éppen majdnem átugottam az ők is produkciáját. Hát még ő is nem érdekes, tudod, csak ezért várt itt az órák ezt. Óriási betűkkel van kívül a papírra, és nem vettem észre. Mindegy, menjünk tovább, eljutottunk a fotós kategóriához, ahol is elmondanám nektek a jelölteket. Visszai Márk az első jelöltünk, második jelölt Zsolyami Norbert, és a harmadik pedig Baráti Vince. Jöjjenek az elmaradhatatlan sztorik, amiket mindenkitől kértem, mielőtt megtudtam, hogy én leszek a műsornak a vezetője. A Visszai Márkhoz jussunk elő, nagyon régóta ismerem. Hát már nem is tudom hány éve, 1000 éve, még talán kezdőkorodban, elképesztően sokat bandáztunk, de valahogy úgy alakult a sorsunk, meg az életünk, hogy nem dolgoztunk nagyon sokat együtt, de nagyon-nagyon szeretem a munkádat, és hát neked is van egy történeted, hogy a Tomborhoz kerülésed tulajdonképpen elég viszontagságosan történt, ugyanis apukájától kapta meg ezt a telefonszámot, hogy itt van ez a Tombor gyerek, hívjad már föl, legyen már valami, felhívta, megbeszéltek egy találkozót, nem jött össze. Aztán megint felhívta, megint megbeszéltek a találkozót, megint nem jött össze. És így telt éveken keresztül, és aztán a végén nagy nehezen eljutottál oda, és azt hiszem, hogy a pályafutásodnak a fordulópontja ez a pillanat volt. És hát a második jelöltünk is olyan, mint Norbi, nem titok, hogy ővel dolgozom a legtöbbet, és elképesztően szeretem a munkáit. Nagyon-nagyon közel áll a szívemhez az ő munkája és a látásmódja, de legfontosabban a szíve, úgy gondolom, a barátomnak tekinthetem. És az ő története pedig a következő, az első fotózása az, amikor nem is tudom, a glamournál fotóztál, azt hiszem, és ott annyira remegett kezelában, annyira izgult, hogy nem tudta, hogy fogja megcsinálni ezt az anyagot, és az volt a szerencséje, hogy a modell szintén az első fotózásán volt, és ő is remegett, és aztán egy óriási nagy remegésből, egy óriási röhögésbe fulladt az egész, viszont egy gyönyörű anyagot csináltak a glamournak, és innen indult az egész pályafutása. Baráti Vincével sokat nem beszéltünk, már nagyon nehezen tudtam őt elérni, de az ő elmondása szerint ő az tartja fordulópontnak, hogy az utcán leszólították modellet, és aztán utána elindult a karrierje. Nézzétek meg a munkáikat, és aztán majd meglátjuk, hogy ki a győztes. Baráti Vince. Baráti Vince mindössze 3 évvel ezelőtt kezdett fotózni. De munkáit már publikálta számos magyar és nemzetközi magazin. Többek közt a 11 országban megjelenő Indie, a Glamour és az Elle. Munkája során lehetősége nyílt számos elismert magyar színész és énekesnővel dolgozni. Fashion videói és divatanyagai az utóbbi években rengeteg online platformon feltűntek. Vince figyelme és érdeklődése a fotózás minden részletére kiterjed. Víziójának tökéletes megvalósulása érdekében sokszor a sminket is ő készíti anyagaihoz. Mivel 6 éve az Icon Model Management bukkere, gyakran dolgozik az általa felfedezett modellekkel, akik közül sokan, mint például Shai Zsófi, nemzetközi karrierre is szert tettek. Mind a divattervezők, mind a modellek szívesen dolgoznak vele, hiszen számára a divatfotó lényege a modell és a styling egységének maximális visszaadásában és a legapróbb részletekig terjedő tökéletes kidolgozottságában rejlik. Viszlai Márk. Sok éven keresztül meskere, Tombor Zoltán mellett dolgozott asszisztensként. Rengeteget köszönhet neki. A mai napig ő az első számú lektora, bírája. A fotózásban szeret kísérletezni, főleg a technikákkal, melyet a hangulat javára fordít, valamint új dolgokat kipróbálni. Bár próbálkozott más területen is, soha nem gondolkodott másban, csak a divatfotózásban. Szereti, hogy maga alakíthatja a dolgokat, építheti fel a képeit, a vele járó csapatmunkát, és nem utolsó sorban sok kreatív ember közös munkájáért felel, amikor lenyomja a fényképezőgép gombját. A képei számos magyar magazinban jelentek meg, és köszöntek vissza a lemezborítókról, plakátokról. Sok tervezővel dolgozik együtt, valamint publikált több külföldi magazinban is, köztük a New York-i Chaosban, az olasz Donnában és az amerikai Elben. Zsolyomi Norbert. A fotózás az élete. Ezt teszik ki a mindennapjai. Folyamatosan próbál megújulni és keresni az újat. 4 éve kezdett fotózni. Ma már a legnagyobb divatmagazinoknak Elle, Glamour, InStyle, Cosmopolitan, Joy, Marie Claire, The Room, Spanish Harry Shoe dolgozik, de nevéhez fűződik több katalógus és kampány megvalósítása is.
A fotózás a munkája, a hobbija, az élete. Célja, hogy kreatív ötleteivel és kollégáival olyan képeket hozzanak létre, amelyek érzelmeket váltanak ki. Elgondolkodtatják és olykor meg is botránkoztatják az embereket. Vanicsek Gábort, Budapest Backstage főszerkesztőjét, hogy adja át a díjat. Mindjárt meg is kapod a borítékot. Parancsolj Gábor, szia! És nyílik az a kis papírbörtön. De nagyon nehezen. Elég izgalmasabb. És az év divatfotósa... Zsolyomi Norbert. És a divat kocka. Szevasz. Nem olyan, hogy dolgoztunk is együtt egyébként. Nem hiszem, hogy jelentítettem föl neked ezt a lehetőséget, de ettől még jó volt. Nem úszod meg, te is mondj nekünk pár szót. Pár szót mindenképpen. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott, és tudnátok kell, hogy nagyon boldog vagyok most. Nem menj sehova, nem menj sehova, mert van még egy külön díjad is. A Mudo felajánlásával, a Multi Brand Designer Outlet-szor felajánlása egy mandarin adaktáska, úgyhogy ez vedd át, légy szíves. Ebben majd el tudod vinni a fényképezőgépedet. Gratulálok! Illetve természetesen ugyanígy a Pistó Feri Tamasszabó ajándék.